közel egy éve, 2017. októberében a vasútvillamosítás megelőző pályakorszerűsítés miatt tűnt el véglegesen a kisvonat Kecses vasúti hídja. 1927 és 80 között sokszor robogott át rajta a kisvonat. 91 éve azért épült meg a híd, mert a Hegyközi és Bodrog közi keskeny nyomtávú vasútvonalat ezen a szakaszon kötötték össze, ám az a Sátoraljaújhely Mezőzombor közötti széles nyomtávú vonalat éppen keresztezte. Tervezője Jemeni Zsigmond az akkori legkorszerűbb anyagból, vasbetonból tervezte meg a hidat. Rá is emlékeztek ma a vasútbarátok, akik a 91 éve épített hídnak állítottak emléket a 37-es főközlekedési út mellett. Az ő gondolata volt, hogy ide egy vasbetonból épült tartós, időtálló szerkezetet építsen, mi sem bizonyította ezt jobban, mint hogy 80 éven keresztül gyakorlatilag minden meghibásodás nélkül állt a sarat, noha a kisvasút csak 50 éven keresztül használta ezt a hidat, mert közben megszűnt a kisvasút. Az ötlet, hogy álljon egy emlékkő a híd és a kisvasút számára, a vasútbarátoktól származik. A nyírvidéki kisvasút hasonló műtárgya helyére is állítottak emléktáblát, így megtették itt is. A kő a Sátoraljaújhely Sárospatakot összekötő kerékpárút mellett van, így többen láthatják magát a hidat is ábrázoló táblát, és emlékezhetnek a kisvonatra. Sajnos már odáig jutott a felejtés, hogy a minap részt vettem egy újhelyi idegenvezetésen, amelyik a város főutcáján ment le, az állomásig majd följött. Egyetlen szót nem ejtettek arról, hogy itt volt egy kis vasút. Pedig hát 60 éves fönnállása alatt azért be kellett volna, hogy vésődjön az emberek tudatába. Még azoknak is, akik fiatalabbak ennél. Az emlékmű kialakítását támogatta a MÁV Miskolci igazgatósága, akik vállalták környezetének rendben tartását is.